százbók, hogy ez pontos, amit jelent. Hú, ez olyan, mint a csók. Kezed fel, szűk a hely, meg izzadni, de jó. De ha lábam bemörög, rám gerjed, hú, kemény dió. Ez a nap ma határtalan ki, és majd lezuhanunk mind a kette, mert vonz a meredék. Beleremeksz, mert jó ez a szex, mint a viszki kóla jég, amitől bevadul a szerelem, és gyorsan jön a vég. Üdvözlök mindenkit, sziasztok, én Rók vagyok. A mai nap pedig nem más fogunk csinálni. Megnézzük, hogy mit is tartalmaz. Tulajdonképpen majd az új pack, ami érkezik, ugye. Meg tudom én egy hónapon belül. Ugye test szerveren vagyunk, elviekben. 0.7.9. Csináljunk egy cigit, nézzünk, hülyünk ki a fejünkből. Szia. Meglepetés, buli. Meghallgassunk egy kis zenét. Ugye elsőnek, ami szembe tűnhet, az a új kikötő, ami érkezik. Bassza meg, kávét meg nem hoztam be. Na mindegy, szóval ezt a kikötőt kaptuk az új edge-ben. Remek, nagyon jó, most van nem tél van, hanem nyár, és itt egy marha nagy híd előtt, mint ugye Anglia. És az első a Royal Navy történet. Mindenféle feladatokat kell csinálni, és kapunk értük angol ládikót, meg zászlót, meg mindenféle ilyen jó dolgokat, plusz kerülhetünk eszfestés, ez a Union Jack, és ugye ezeket is kaphatjuk attól függően, hogy épp a napi történetben mi a teljesítményünk. Úgyhogy ja, körülbelül ennyi. Kontének, adok kreditet és a többi. Most van három ládám, én tegnap mentem egy pár kanyart, így néz ki tulajdonképpen az új ládikó. Yeah.
tökéletes történet, amit itt vannak, de mindom nincs, hogy mire van. Oda kell kattintani, vagy nem, mit tudom én, mire jó ez a izé. Mókagyár. Bocsa, ez csak itt közben, amit így nektek látszik a képen, arra próbálok rájönni, hogy miért. Na, szóval ez lesz az új láda, amit én nyitni lehet. Ugye ez ilyen napi konténernek megfelelően, tulajdonképpen semmi nincs benne, ami érdekes lehet. Ebből van három. Kipattintjuk. És azt hiszem egyet kell mennünk sima rombolóval, majd ugye már tegnap, ahogy mondtam, elkezdtem belemenni. Várjunk, nézzük meg az arzenálban történetet. Azt mondja, ez lesz az új, vehetünk festést, egyet, tizet, vehetünk egy Dunker kapitányt és egy rakat zászló, vagy pedig ládákra lehet beváltani. Ezt a történetet, amiből a 15 van. Úgyhogy ez nem valami nagy dolog szerintem. No, azt mondja kérem, a következő meccsbe talán már bebírunk nem ebbe az Anus részbe. Egy elég új. Elég új, hát végül is új. Játékmód lesz, ami elég érdekesnek tűnik. Egyet sajnos még viszont itt mennünk kell, vagy tudok annyit? Ó, nem is kell, nézzük, egyből átbírom lépni a izőt. Itt megvan a 9-es, itt fel lesz egy gyors beállt a kapitány, meg ilyen dolgokat. Kedveskedni a mesternek, ő egy keresed. Keleon bácsi a nő bálványa, őt minden hölgy vendég úgy imádja, minden asszony keresi a kejét. Keleon bácsi a női fodrász, nagy művész, ő a főhajszobrász, megszépíti a páciens fejét. Ugye, amiket föl szoktunk pattintani. Ki a csuta? De nem lenni akarok, meg van valahol 15-es jogomóban. Kagerbóban. Fölpatintunk rá gyors vizét, ilyen ne robbanjak főzászló. Sebességbúztató. Rövidebb ideig is érjünk. Jó, még amit kellett, jó, még ez is kellett nekem. Afrikai emberevők, karnivál!
kamó. Helyben baj van, fürdetik az öreget. Nem taragszatunk más kamóval. Mese ország királya, egy összes úrkit mindenki szeret. Hey. Kedeon bácsi a nő bálványa, de otthon őt is az asszony várja. S ettől szinte elveszti a fejét. Yeah, yeah! Kedeon bácsi egy sámúr reszken, és csendben átkozza azt a percet, amikor megismerte a nejét. La 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 la. Hát így remélem már nem annyira hangos a zenecsuta. De köszi, hogy szóltál. Egyébként beszéltem végig. Mindig halk vagyok? Hát... ez ilyen, minden csontom van csüta, nem bírok vele mit kezdeni. Ugye visszahallgatom. Hát én meghallgattam, de nem vagyok halk a zenéhez. Valami beállítás lehet, hogy akkor nálad, gebasz. Még lejjebb vettem a zenét, de Eden Guba. Hát a hangerő az meg ennyi, abban nem tudok mit tenni. Minden csutimba. Tényleg nem bírok vele mit csinálni, ez a csont hangerő csüta. Megnézem még a mikrofonnak a beállításait, de hát ott minden. Ja, százomban. Nem tudom, ha esetleg más is ír, akkor írja, hogy halk, vagy hangos, vagy akármi. Leszakad a fülem, baszki. Így jó ez. De ugye? Nekem is beleordított a fülembe.
Hát most megyek Tesseront hita. Baszod. Közben baszogat. Ó, hát más se kellett nekem, csak egy kibaszott kaba. Hát nem tudok más tenni, mint megyek, mind az ökör. Megpróbálok hangot adni a viszére, de lehet, hogy itt torz lesz. Okay, köszi Csita. Elvileg adtam rá hangot, de szóljál légy szíves, hogyha torz a történet. Hát ez remek lesz, hogy itt fog végig üldözni a izé. Jó, hát itt Twitch-en úgyse fogják nézni az emberek, tudod, ez nem olyan történet. Ő szerintem bemegy a ketre. Vagyis hát a két hegy közé. És lehet, hogy nem. Nem. De bazd meg, neki megy a hegynek. Én hülye meg nem figyeltem. Kurva anyádot, te. Gyakér. Az a baj, hogy valahol ott a kaba, hát ahhoz meg nem merek bemenni, mert szétkap. De legalább a hegyet megtorpedóztam. Ja, mert ilyen iszét küld, tudod, e-mailt küld tulajdonképp a játék. Szerünk is. Mi a retkes francot csinál? Nagy nehezen kitorpikáztuk.
Ja. Igen, de hogy hívják, az 10-es hajó kell hozzá, 9-10-es, de nem akartam már 9-esről bemenni, hanem majd a simával bemegyünk. Ugye itt egyet mész, és akkor megvan a történet. Menj bele, gyökér. Nem? The enemy team has taken the lead. Milyen rombiuk van? Baba. Baszki. Hát elvileg a kaba van benne. Karikába? Harugumónk az ott ki mi? Mi történt vele? Megszállta az ihlet? Hát olyan messzire elment, hogy még a... Nem is látom. Maradjunk ennyibe. Lel. Egyáltalán halljátok a zenét most? Szerintem nem is hallatszódik a streambe a zene. Adok a zene HP-re egy pici hangot. Egyébként úgy mindenkinek srácok, aki benézett a Twitch-engóra. Ha meg lehet titeket kérni, egy followot nyomjatok, egy követést. Mm-hmm.
motor teljesítményt kikapcsolva rá. Legám bótolom, bazd meg. Utóbb úgyis elfogy a javítókedőcsön. Lehúsz még, ha én meg is pusztulok. Kapitány, tűz ütött ki a felőzőbe. Kapitány, probléma megoldva. Ennyi. Kicsi sör, a nagy sör. Ja, hogy még nem vettem meg. Mekkora barom vagyok, bazd meg. Megvesszük ezt? Jó, hogy felpattintjuk a szokásos dolgot, be tudod. Tudjátok. Lőd ide a sőt. Kurva indulóka. Az mindig jó, ha nálunk van. Rejtőzködőke. Meg torpedó reload Baus-től. Egyébként nem rossz hajó ez a jogomó se. Újra vissza kéne rászokni. Már nyilván jobban néz neki angol zászlók sem. Hát na ná, hogy nem. Kell még nekünk valami? Épp. Hallod, remzászlót fölpattintjuk. Legjobb. Nem bírom kiválasztani, hogy ilyen pozzöld legyen. Az majd leutálom. Na, azt akkor nézzük ezt a versenytörténetet. Az az igazság, hogy erről én se tudok semmit. Egyébként már. Nyissuk ki a három gyöki konténát. Olyan mindegy, mit nyitok itt ezt szerverem, baszki. Na nézzük! Erről egyébként van valami info. Na mindegy. Meglátjuk. Ó.
kialakul a történet. De Csita, azt mondod, hogy halk a zene, akkor adok még a zenére, érted? No. Hát egy icipicit még adtam rá. Meg amúgy nem beszéltem igazándiból hangosan. Ide a ső, ide a ső. Lukas sör, kockás sör, kicsi sör, nagy sör. Meg én nem hoztam kávét. Tia Sici! Nem is akartam megúszni, Sici. Hát direkt azért lököm ki ott a történetet nektek, a, hogy hívják, a Facebookon. De hogy akarom megúszni, csak majd úgy akarom, hogy amit mondtál is, hogy ugye, hogy te például délelőtt tudsz nézni. Kisebb a timeout, meg jobb a képminőség egyébként itt. A YouTube az rátol valami butító történetet. Sőt, ha meg lesz a 50 feliratkozó, egy csomó minden izét be lehet itt is rakni. Azért is próbálom elérni, mert itt lehet ilyen biteket, meg mit tudom én, mindenféle szarságot. Meg ilyen live pet, meg nem tudom ilyenek, de egyelőre még nem jöttem rá, hogy miért jó az. Ez az új játékmód, Sicit. Van egy olyasmi, mint az Epicenter, és azon belül pedig ilyen kis buborék körök jönnek létre, ami különböző buffot adnak. És ha azt bebírod húzni, akkor mit tudom én, gyorsabban tölt a torpedód, vagy tölti vissza a HP-dat, és a többi, és a többi. Na, szóval visszatérve a közvetítésre, Sici, hogy most itt a Twitch-en vagyok, hogy lehet, hogy úgy fogom csinálni, hogy szeptembertől, hogy délelőtt Twitch-en, és délután meg Zsatóban. Hát nem is láttad még, mert már senki nem mutatja itt Magyarországon, csak én vagyok ilyen fasztaliga, hogy bejövök ilyen újdonságokat megmutatni. És ráadásul úgy körülbelül fingon nincs, hogy mit kell csinálni. Például Gun Reloadot meg mindenféle hülyeséget tud buffolni a történet. És azt hiszem erre is kapsz valami dolgot. Hogy mi van? Mission? Várj, írja, elmondom neked. Aktiválja 2 perc alatt a dolgot. 12 kilométeres rádiuszú kör. És egy darab egy buffot ad. Az mi? A fakjátójára az messzire van. Na, gyerünk oda. Hú, baszeg, van 5 darab romboló, genyó. Harugumó, jól van, basz. A felkiáltójel mi a detektet javítja? Talán. Szia, Megvetránia! Köszönöm, hogy bánéztél!
A tököd érjen bokáig, a füledbe pedig nőjön zsírle választó kézikészülék. Ha van kedved, nyomj egy követést. Jaj, gyerekek, ez a ranked egyébként ma... Bazd meg. Eléggé kiborító tud lenni, szegény. Azt kérdezte tőlem egy kislány, hogy hány éves vagyok. Rat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 
Baszek, hogy bírok elbújni? Úgy, hogy bejövök, de viszont el is tolatok. Ben vagyok, ide nekem! Hát de ben vagyok, Getz! Ez az! Boost! H, press, izé, is debuff. Azt mondja, 5%-kal gyorsabban töltök, mint soha máskor. Hajj meg, genyó! Na bossz, közül. Na, most elvileg a plusz az az élet lenne. De hát ő ugye megnyomott nekünk izét. Azt mondja, mi 4-5 másodperc alatt be is töltünk. Ó, já, bebe! Egy ilyen lövőkémet. Kap be a lövőkémet. Hát az a két buzi meg összetolja egymást. Elmegyünk innen, már ezek gonoszak, és ide lövik a dolgaikat. Ó, bazd meg! Ó, de hülye vagyok, hát azt kell... Ó, hello! Minó! De miért nem arra fordul, amerre én akartam? Égjél, babám, világíts! A fűszgenerátor kikapcsolva kaptány. Pusztulj! Gyerekek, még egy kicsi idő. Puty, bónusz! Várjál már! Hallod, 5 másodpercenként tölt már a sima. Lel! Gyamató, te mit csinálsz, öcsém? Jó legyél. Itt kim van ám egy izé, gearing vagy mi a tökem. Ott a gearing.
mennyi torti jön, bazeg? Az is lökte. Be akarok odaérni? Hadd érjek be! Ja, bassz meg, 8 kilós torpom van, mekkora hülye vagyok? Atax, köszönöm, hogy benéztél. Köszöntelek a streamben. Ha van kedved, pattints egy követést, ha meg lehet rá kérni. Na, elvileg akkor ez most a HP-t tölti. De megy fölfel a HP most valamiért. Nem értem a történetet, de nem rossz. Tehát, hogy a buti fuck. Én nem tudom, hogy most a csapatba kapja ezt mindenki. Ezt szerintem nem mindenki kapja a csapatba. Várj, hogy van H betű? 4. Nem. Nyögik a fák. Ezért hadd nyomjam már be. Figyelj, ám megápézom a ezért. Cita. És nézd meg, tölti vissza az életet folyamat. De jó, genyó! Tolják ki, genyó, a füstömből, de tényleg. Gyárunk bala, ide a felkiáltójába. Igen, a konszírmentet viszi le, mert már mindjárt megnézzük, mennyi a konszírmentem. Mi az, hogy 4,5 a konszírment, bazd meg. Az mi? Lel! Egyébként meg tetszik. Csak hát ugye már nem lesz időnk behúzni, mert egy hajójuk van. Mennyi időnként lövök most? Egy komplett gámboltot kibírsz hozni a simából. Hát ez kurva jó, gyerekek. Aha, és figyelj csak, 10 percnél bejön egy ilyen történet, amit tulajdonképpen be kell húzni, és akkor te vagy az über fucking királykolak. Ez jó, gyerekek, ez jó. Ez megvan, és akkor most ugye ebbe még belebírunk menni, fölvenni. Akkor most ugye 4,5 a detekt, egy ilyen hokival,
Ne! Ó, hogy a nyakad nyúljon meg! Eltakarja valami állatka a jözét, a történetet? Milyen állatka? Én nem látok semmilyen állatot, baszki. Várjál, áthúzom máshova, oké? Ő most elvileg nem látszódik, ugye? Van ilyen dolog is. Ezzel mit bírtok csinálni? Ha arra rákattintotok. Vagy küldjetek egy smiley-t. Várja, bazdmeg, beírom én a smiley-t. Oké, livepad, de mit akar? Ott van nektek az ablakban? Én nem látom, hogy ott lenne bármi is. Ez jó, ez a játékmód. Jó, hát szart nem tudtam csinálni az Andimóval. Back the port alatt megjelenik három ikon. Oké. Okay. De mit tudtok vele kezdeni? Jó, ez valamire. Vagy csak van itt, hogy legyen. Hát jó, én kikapcsoltam az állatkát, meg kikapcsoltam a másikat is. Mindent kikapcsoltam, bazni. Ez mi? Pick, kártya, Redem Point, Song Request, azt most kinyomjuk. Nem kell ide nekünk most ilyen, majd ha tudjuk, hogy mit csinál, akkor is benyomjuk. Na gyerünk, még egyet ilyen Arms rész. Eddig hogy tetszik amúgy, Fici? Csita. Többiek, akik még itt vannak esetleg. Ja, érdekes. És a fájó múltra gondolok, odakinn az utcán lassan fény dereng, és az órán pereg a homok. Lássák, sicikém, kaptál ide is kulcsot. Van kardod, bazzeg. Mindenkit kardoz le, aki rosszalkodik. Na, de kérdés, hogy meg-e kapja a csapat? Meg, hát gondolom ezt majd finomítják úgy, hogy azért arrébb is raknak majd, hogy hívják ott. Viszont azért jó, hogy ennyire közel rakják a történetet, mert legalább nem hátul kummogóba tolják az emberek. Látod, hogy jöttek előre a cirkálók is, meg a izék? Kaba. Ajajaj. Jó lenne mondjuk nevezve egy pálya lenne.
Go! Az a golyó töltőke. Az most nekem jobban kéne. A plusz jel? Mit mondtál? Micsoda csita? Az életet tölt, ugye? Állandóan. Bazd meg. Az is jó. De várjatok már, ez ilyen sűrű lőtt a simok az eddig is. 5 másodpercenként. Hát. Az a lényeg, hogy legalább kaptál üzenetet. Ó, megjelent ott még egy, nézzük, ezt beszpotoltuk a lövőkét, genya. De itt jön valaki. Fletchi nyomott füstöt? Ó, figyelj, jön mindenki, mint izé, gyöngyúlk a takonyra, bazzeg. Ő van radarka? Buffalo meg ilyenek. Ó, bazz, meg az nem jó. Én vagyok a located. Mennyi van még? Egy másodperc, mehetünk. Ó, Worcester, bazd meg! Azt lőjétek! Szép! Ő hozzáadja! Ne bazd meg! Az... Oké. Nem tudom. Az meg lett... Kettőt adok. Hát ez meg egy izé detonation, pedig van rajtam detonation, meg minden. What the fuck? Nem baj, de tetszik ez a menet. Benézett a ló az ablakon. Végül is folyamat tölti vissza a Republikot is, látod? Pedig ő nem ment bele a izébe. Szerintem ez az egész csapatnak szól. Csak minél több ilyen bemész, de már nem. De most is tölteni, csak hát ugye lefogulom. Ó,
rengeteg golyótöltő és skill van most benne. Ezt is föl kéne venni. Szerintem azért, mert többen voltunk benn. Vág ez, hogy mondom. Tehát három buffot kaptunk, három hajó volt itt ezen a ponton. Ugye a Fletchy, egy cirkáló, meg én voltunk benn a pögybe. Tehát minden egyes játékos, aki fölvesz egy ilyet, az plusz egy. Ha hárman vagytok a körbe, akkor az plusz három, nem? E-100, tölti az E-100. Nézd meg. Tölti bizony, tölti itt mindegyiket. Nem tudom, lehet, hogy van egy időlimitje, hogy meddig tölti. Nézd, már 48 HP-t nem bír lelőni róla, úgyhogy ne kapjon 6 citát. Igen, 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 sok beleszólása lesz, de tulajdonképpen a csapatnak is jönni kell velük, mert ha ők megállnak hátul, akkor oké, hogy elkezdünk kempelgetni. Hiába mennek előre a rombolók, őket ki fogják szedni. És akkor megbukta. És tulajdonképpen, ugye hiába veszetnek itt még akármennyivel, utána amikor 10 percnél megjelenik középen az a kör, ugye azt még be is lehet húzni, akár azzal lehet fordítani a meccsen. Mondjuk a harugumó is durva lehet, gondold el a izével, a golyótöltőkével, baszki. Ugye annak annyira nem gyors a izé. Ki kéne húzni gyors a harugumót? Hát kíváncsi vagyok, hogyha most a YouTube-on lennénk, akkor lennénk 15-20-an. Gyerekek, képzeljétek, Harry Potter a postásunk, genyó! Ma kaptam az egyik nézőtől egy csomagot, és képzeljétek el, 7 óra, vártam egész délelőtt, majd csöngettek. Ugye én föllakom a harmadikon. Mire kiérek a kaputelefonhoz, megszűnik a csörgés, ergo nem bírtam beleszólni, hiába szóltam bele, ugye nem hallotta az, aki csengetett. Oké, na mondom, gyors, papucs föl, izé, máltartó, alsó naci, és a többi, s a többi, papucs, futás lefele a harmadikról, hogy elkapjam a postást. Hát mire leértem? A postás megírta az értesítőt 12 óra 20-ra, és úgy eltűnt bazd meg, hogy sehol nem láttam. Följöttem, megnéztem mennyi az idő, 12 óra 19 volt. Hát de what the fuck, milyen időgépe van ennek a postásnak? Majd elkezdtem hívogatni a postát, hogy telefonáljanak már rá, hogy itthon vagyok, meg jó lenne, ha nem 3 másodpercig nyomná a kapucsengőt. És több mint 2 órán keresztül hívtam a postát, mire fölvették, és végig kicsörgött, tehát nem az, hogy foglalt volt, hanem végig kicsörgött a telefon. Konkrétan a telefonom majdnem lemerült, annyiszor hívtam őket, mondom, több mint 2 órán keresztül. Erre közötték, hogy majd holnap reggel 8 órakor átverti a csomagot. Ez
Ők nem fognak engem hostolni, Csita, mert ők külföldiek, én meg magyar vagyok, tudod? És úgy dobja be nekik, hogy angol streamerek, meg magyar, és így ő nem fog. Ez tiszta sor, Sici, igen, minél többször belemész mondjuk a felkiáltójelbe, annál kisebb lesz a detect range-ed. Na de most az a kérdés, hogyha mondjuk hárman állunk benn, akkor mindjárt háromszoros buffot kapunk? Aha. Aha. Tehát, hogyha én aktiválom kettő, de hogyha más, akkor egy. És ugye mivel benn voltam kettő, de mivel voltak rajtam kívül benn, az megint egy. De akkor miért nem négy? Mert ketten voltak benn, még rajtam kívül. Tehát nekem úgy csinálja a játék, hogy essen le 0,2 km a detekt azonnal, de most rögtön. Ja, és szeretném megköszönni Laci Macinak is a donétet egyébként. Mert őnek is sikerült pont akkor donételnie valamelyik nap, amikor már vége volt a streamnek. Aha. De ez jó, Sici, ez tetszik ez a történet. Na, meglátjuk, mennyi XP-t kaptam. Utolsó lettem. Já, igen, jó! Ja, hát 800-at, semmit nem csináltam. Hármat spotoltam, beszartam, meghaltam, kész, ennyi. Ügyes voltál, Roki, bazd meg. Egy noob fasz vagy. Na, most akkor konvertálunk XP-tet, konvert. 11 000, Techtré, gyors kihúzzuk a Harugumot. Az jó lesz, nem srácok, ha azt kihúzgáltad, de lehet, hogy ennyiből nem húzzuk ki. Azt mondja, yes. Akizuki. Yes. Hitakaze. Yes. De pont kibírjuk húzni a Harugumot. Ez mit tud? 8 km 76. Bazd meg. Iszonyat sok ideig tölt, bakker. Jóló, ebben megyünk. Úgyis csak védekezésre kell a izé. Most vettem bele kapitányt, bazd meg! Torpedótöltés, az nem igazán kell nekünk. Ez kell...
Eszkel plusz HP-t pattintunk, plusz HP mindig jó. Meg plusz füstike. Nem jó, bazeg, nem jó jön ki. Meg kell, hogy iszél nekem, anélkül én nem játszom a RPF nélkül, baszki. Kell egy rejtőzködő, kell meg a iszé, hogy lemenjünk 6-2-re. Ugye itt a dakadaka a lényeg. Na akkor majd most ezzel úgy kéne mennem, hogy elém engedni egy másik rombolót. Hogy a nyaka nyúljon megfele. Elvileg minden megvan, ugye? Nem. Még kell zászlóka. Meg ilyen dolog. Te bazd meg enejéből. Azt mondjuk el rövidebb ideig égjek. Jobban gyújtsak. Meg ilyen. Meg ilyen. Meg sebesség. Meg hogy hamarabb betöltsön a történet. Rennyiből. Az ászló az nincs, gyerekek. Na gyerünk, nézzük, hogy muzsikál. Oké, Sici, köszi, hogy itt voltál. Zenék jók, Csita? Ahhoz képest, hogy mindig ezek mennek. Képzeld, ezt nem tiltja le a YouTube. Jaj, heves jeges. Köszönöm, miért sietek, hát bőven beérünk. Azért is lenne jobb itt a Twitch, mert itt bebírom nyomni azt a izét, a song requestet, tudod, azt akkor olyan zenéket lehet kérni, amilyet akartok, tudod. Mert a YouTube ugye fogja azt, utána letiltja a picsába azt. A végén annyi észé lesz rajta, hogy megbüntetnek. Mármint úgy, hogy törlik a csatornát, vagy valami azt. Yeah.
Daka daka. Na, hol van még ilyen barék hamarra a túlfelé? Menni kell hamarra, mert... mit mondott Sici? 12 kilométeren belül ami van? Azt kapjuk meg? Oké, kaptunk. Kókuszdió! Bele fog menni ez a gyöki. Három lett a rejtőzködés. Tudom, jobb lenne, ha viszét. Jó lenne, én érnék bele is, nem a gyerek. Kéne egy kis turbótalt a gyerekek. Go, 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 go. Menj már, te szartaliga! Másodpercenként dakadak a gyerekek, hát a Rambó beüt a gépembe. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, gyerünk Rambó! Sebezni nem sebzem, de legalább lövöm, mint az ökör.
Basz meg izé van rajtam. Sima normál lópassz Jankó. Nem lövök át a hegytetőn. Még sajnos én nem kaptam ilyen élettől a törkés történetet. Hú, bazd meg, az meg kim van. Bassza meg, messzebb van, mint 12 kilométer. Elértem valami teljesítményt. Ó, bassz meg, majdnem kinyomtam a gyűszét. Ó, nézd már, ott a kis. Our victory is in sight. Na, mi történt, bassz meg, megállt a gyűszé. Képkocka, eredmény. Hogy jönni fog, csak azt nem, hogy én... Torfedóval szórt felőről föl. Megbírok állni, vagy nem? Az a baj, hogy ő gyorsabb, mint én. Tudom, ott a buborék, de benn vannak négyen. Itt kaptam valami buborékból valamit. Ez a hanggenyó. Hey! Vágytam már a
Nem raktam rá észét, tudjátok, prémium fogyóeszköz. Nézd már, halacskák. De nézd, mondom neki, hogy hol vannak, hogy képes lenne belemenni az ide oda. Nem szerettem ezt a zenét, ami a végén van, úgyhogy ezt lejjebb halkítom, bazd meg. Szia Csüti, köszi, hogy itt voltál. Mondanám, hogy jó munkád, de a munka sose jó, tudod. Tehát tulajdonképpen teszteljük az új játékmódot, gyavakká. Ez... Oké, Csita, jó legyél, hello, hello. Akkor is ezzel jövök be. SSD videó. Üdv a streambe, halál. Pacsi a homlokodra. Hogy az a barcelonai könnyező Madonna morzsoljon el a lelkedődvér egy jó pofaimát. Nagyon szépen köszönöm a feliratkozást egyébként. Illetve a követést, mert itt Twitch-en más van, ugye? Köszönöm a SSD videó. Ez Atus, te vagy különben? Atus, ha te vagy az, akkor ez a szám szóljon neked. SSDD videó. Az mi? Figyeld már mennyi DD van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 DD. 16 DD egy meccsbe. Gyerekek, olyan gyors töltésünk lesz, beszartok.
repülni, és a karikántól bazd meg! De az a gyökér miért nem ment be? Menj bele, menj bele, menj bele, menj bele, Szent Louis. Menj már bele, megáll, bazd meg, menj már. Menj már, te gyökér, bazd meg, menj már bele. Visszatolod, bazd meg. Jó, hát én ezt kibaszom, ezt a gyereket, bazd meg. Szarhajó meg nem fordul akkor át, bazd meg. Ezek a gyerekek annyira vakon vannak, bazd meg. Ez is itt áll, azt lövődöz csak, bazd, bele nem menne a töltőbe, hogy jé, hamarabb tölt a hajóm. Istenem. De hülyeség, izé, méterbe mérnék, bazd meg, ezek... Hallod, ülve elérnék a holdat, genyó. Genyó, hát már hajunk sincs.
jó ez, csak hát ugye vannak a, itt ezek a hülye gyerekek, akik megállnak, bazd meg, egy méterre a kör előtt. Hogy az enemi hadd bírja fölvenni a dolgokat. Ó, Istenem. Na, mindegy. A lényeg az, hogy megnéztük az új játékmódot. Nem tudom, lehet, hogy majd még este lesz belőle valami próba. Egyelőre elég volt ennyi. Szerintem. Úgyhogy, de hogy megyek klámba, tesz szerveren klámba, baszki. Úgyhogy, köszönöm mindenkinek a figyelmet, köszönöm a követést Twitch-en. Ez a videó majd átkerül a YouTube-ra, hogy majd ott is megnézhető lesz, ugyanúgy, mint a tegnapi. Úgyhogy aki a YouTube-on nézi, az ha teheti, akkor lehetőleg kövessen már be Twitch-en is. Oké. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, mindenkinek kellemes délután kívánok. Legyetek jók. Sziasztok!